A műsor támogatói a Ninten dolgok és a Ninten blog. Na szóval, esik eső csepereg, Paprika Jancsi pedig kesereg azon, hogy nincs account rendszer a Nintendo eShopon. Egyébként ez a Game Boys, és én Zabolcs vagyok. Én pedig Krisi. És ezt most... De kezdjük előről? Nem, jó lesz ez. Jól van. Szóval a mai témánk a Nintendo eShop és a Virtual Console azzal együtt. Uh-huh. Tehát a Nintendo Online ilyen játékletöltő rendszere. Uh-huh. És hogy ennek mik a előnyei, hátrányai, mi jó benne, mi rossz benne. Uh-huh. Szeretnéd kezdeni? Mondjuk igen. Szóval én alapvetően ezt egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolognak tartom. Abszolút, én is egyébként. Tehát szerintem nagyon fontos és jó dolog az, hogy le lehet tölteni régi játékokat, és hogy nem csak mindig a legfrissebbekhez tud hozzáférni az ember, mert tényleg volt egy ilyen korszak, mondjuk a 2000-es évek elején akartál akár egy korai Nintendo 64 játékot megvenni, vagy egy Super Nintendo játékot, akkor kb. Esélyed se volt, vagy mondjuk legalábbis ilyen pecsa meg ilyen egyéb piacokon lehetett csak szerezni, uh-huh, meg eBay-en. És tehát abszolút nem volt az, hogy hogyha érdekelt valami régi játék, akkor az csak simán kipróbálhattad. És főleg, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok régebbi játék ilyen borzalmasan drága, tehát mondjuk azt nézzük, hogy Castlevania 3, itthon egyetlen példányt láttam mostanában, 18 ezer forint csak a kazetta. Most, ha azt nézzük, hogy valami 5 euróért lehet letölteni az Wii U eShopról, ami gyakorlatilag ugye 1500 forint, ugye van egy kis különbség. Hát abszolút, és szerintem egyébként az ilyen pár eurós ár teljesen reális egy ilyenért, tehát mondjuk a régi filmek is többnyire ennyibe szoktak kerülni. Igen. És hasonlóan szerintem nagyon fontos, hogy ha már művészeti ágként kezeljük a játékokat, akkor nem mindig csak a jelenben éljünk, hanem tehát tudjuk visszanézni a régieket is, vagy bepótolni, hogyha arról lemaradtunk. Uh-huh. Igen, egyébként így zárva visszatérve egy kicsit, szerintem tényleg itt teljesen rendben van így többnyire, ahogy beáraszták a játékokat. Egy-két kivétel van, tehát van azért egy-két régebbi mondjuk NES játék, ami szerintem nem ér meg azért 5 eurót. Tehát az ilyenekre gondolok, hogy nem tudom, Donkey Kong Junior, Ice Climber, ilyesmik, tehát szerintem ezeket adhatnák azért, nem tudom, 2-3 euróért is, mert tényleg szerintem, hogyha valaki kiad 1500 forintot mondjuk a Donkey Kongért, nem fog örülni neki, hogy körülbelül 4 perc alatt végig lehet vinni a játékot. Hát egyébként jó, szóval ez általánosságban is probléma, hogy nem nagyon szoktak differenciálni az árakat, tehát hogy hogyha valami egy letölthető NES játék, akkor az mondjuk minden 5 euró, vagy ez pont az, mint hogy kijön a lemezes játékod, és mindenképp ez a 10.000 forintos kategória. Viszont 3DS eShopon azért vannak különbségek, tehát ott nem tudom, az ilyen kevésbé tartalmas Game Boy játékok van, hogy csak 3 euróba kerülnek, viszont az ilyen nem tudom, több tartalommal rendelkezőek meg mondjuk 5-be, tehát szerintem ilyen szempontból ez így jól meg van csinálva. Hát valamilyen szinten, de azért lehetne jobban is. Jó, persze, igen. Egyébként igen, tényleg szerintem is abszolút pozitív az egész, az viszont kevésbé tetszik, hogy többnyire nagyon lassan töltik fel a játékokat. Tehát sokszor van, hogy mondjuk egy hónapban egy ilyen nagyobb húzó cím jön ki, meg egy csomó filler, és akkor kösz. Tehát Wii-re is azt hiszem, például valami 80 valamennyi NES játék jött ki, amikor nem is tudom, több mint 1000 játék van a gépre. Ami szerintem így elég szomorú. Igen, tehát ezt a hozzáállás viszont egyáltalán nem tartom jónak, hogy ilyen nagyon ritkán adják ki ezeket a játékokat. Mert kb. Pont, hogy a Nintendo jár van legjobban azzal szinte, hogyha lényegre minden elérhető lenne, mert nekik van a legtöbb régi játékok egyáltalán. Igen, azt mondjuk egyébként megértem, hogy nem annyira egyszerű, hogy fogják a ROM-ot és feltöltik, mert nyilván kell hozzá e-manuált írni, meg át kell nézni az egész játékot, hogy nincs benne olyan dolog, ami mondjuk manapság sértő lenne, például a Star Tropics-ban volt, hogy a Jojo-t átírták Island Star-ra, mert hogy a Jojo Kanadában azt hiszem copyright-olt, vagy valami ilyesmi. Meg ugye egy-két ilyen hasonló eset volt még, de tényleg szerintem azért ahhoz képest is túl lassan töltik fel, és szerintem azért elég népszerűek a Virtual Console játékok ahhoz képest, hogy amilyen gyakran feltöltik őket. Tehát biztos, hogyha többet töltenek fel, akkor sokkal több bevételük lenne, és biztos, hogy megérné nekik. Elég valószínű, igen. Mondjuk ez nem mindig csak a Nintendo hibája, szóval többnyire azért first party játékokat szépen lassan felrakosgatják. Jó, hát mondjuk igen. Hát viszont az is egy probléma szerintem, hogy főleg az ilyen licenszelt játékok szinte egyáltalán nem elérhetők, mert össze-vissza vannak a licenszek, a karakternek a licensze visszamegy az eredeti, mit tudom én, film vagy képregény kiadóhoz. Igen, igen. És mondjuk a játéknak a licensze pedig, teszem azt, a Konaminál van, vagy nem tudom kinél, és ezeket összeszedni. Hát mondjam azt, hogy jogi rémelem, és általában meg se próbálják emiatt. Igen, főleg, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy van nagyon sok népszerű ilyen NES játék,
például ugye a DuckTales nagyon sokan szeretik, vagy a Chip and Dale Rescue Rangers, vagy mondjuk ott van a Tiny Toon Adventures. Vagy ott van a Capcom összes Disney játéka. Igen, vagy esetleg a Batman, ugye szintén. Tehát ezek közül egyik se jelent meg virtuál konzolra, pedig biztos, hogy nagyon nagy kereset lenne rájuk, de igen, pont ezért, mert ugye nehéz megoldani a licenszelést. Ennek ellenére mondjuk volt egy-két licenszelt játék, ami megjelent, például a Super Star Wars-ok, meg a valamelyik Indiana Jones is, azt hiszem. Igen, mert azok mind egy helyen voltak. Igen. És akkor döntött, hogy a LucasArts akkor az egészet minden estük felrakja. Mm-hmm. Igen, ami egyébként egy jó kezdeményezés volt, csak az a baj, hogy így kb. Sehova nem folytatódott, tehát senki más nem csinált ilyet. Tehát mondjuk egyszer megcsináltak volna a Disneyvel, hogy az ő általuk licenszelt játékot feltölthessék, akkor az úgy jó lett volna. Igen, pedig szerintem ez egyébként fontos lenne, hogy ezek a játékok is elérhetőek legyenek, mert mondjam azt, hogy fontos építőkövei annak adott esetben a játékipar fejlődésének, meg egyáltalán a betekintés abba a korba, és szerintem tehát a kiadóknak szinte semmiben nem kerül, hogy újra azt mondják, hogy oké, akkor ezt kiadhatjátok, és akkor kapunk érte, teszem azt 10%-et, vagy nem tudom. Sőt, szerintem még egy-két esetben az is megérné, hogyha mondjuk csak Japánból megjelent játékokat ugye kiadnának itthon is. Mondjuk egy-két ilyesmi volt, hogy például a csak japán Super Mario Bros. 2 vagy egy-két ilyen szinte nulla szöveggel rendelkező játékot kiadtak, de szerintem mehettek volna tovább, és az ilyen egyéb, mondjuk kevesebb szöveggel rendelkezőt le is fordíthattak volna, tehát nem hiszem, hogy ez, mit tudom, ilyen pár nap munkánál több lett volna egy ember számára. És igen, de az a baj, hogy igazából erre sem nagyon volt még példa. Talán mondjuk ami ilyesmi az ugye, hogy a mostanában megjelent a Mother, ugye az Earthbound-nak az előzménye angolul is, amit igazából már lefordítottak azt hiszem 90-ben angolra, csak nem jelent meg, de most végül is használták ezt a fordítást, és azt kiadták. De igen, mondjuk lehet, hogy nem túl sok játéknál van ilyen a hátsó raktárban, hogy le van fordítva, és akkor azt fel tudják tenni, de szerintem nem lenne olyan nagy erőfeszítés, hogyha egy-két ilyen régebbi játékot azért lefordítanának, mert szerintem egyébként ez is sok embert érdekelne. Valószínű, sőt, egész biztos vagyok benne. Akár úgymond több szöveggel rendelkező játékokat is, tehát teszem azt mondjuk, a Final Fantasy 2 meg a 3 ugye alapból nem jöttek ki angolul, viszont az eredeti japán verziókkal szerintem elég sok mindenki kíváncsiságban játszani, hogy mégiscsak honnan indult ez az egész. Igen, és azért a Final Fantasy azért egy elég népszerű sorozat ahhoz, hogy ezt megcsinálják vele. Igen, tehát szerintem bőven visszahozná a fordítási költségeket, főleg, hogy egyébként néhány helyen lehetne használni a remake-nek a fordítását, mondjuk nyilván a remake-ben sokkal több szöveg van, meg több NPC, meg ilyesmik, de abból csak kivenni kéne, nem hozzáadni. Igen. És ugye még ami nagy probléma ezzel az egész rendszerrel az, hogy nincsen account rendszer. Hát igen, szóval ez kb. Egyedül egyébként a Nintendónak ilyen hatalmas úgymond baklövése mostanában, hogy még mindig a gépekhez kötik a letöltött játékokat, igen. És nem pedig egy ilyen online fiókot hoz, ami szerintem azért hatalmas probléma, mert sokkal kevésbé érzed időtállónak, amiért, hogy letöltesz valamit. Igen. Tehát, hogyha mondjuk elromlik a gépet, vagy mondjuk elveszted, vagy igen. Valami történik vele, akkor utána buktad az egészet, ami van. Hát nem feltétlenül, általában, hogyha ilyenkor szólsz a Nintendo ügyfélszolgálatának, akkor meg tudják oldani, vagy segítenek. Tehát én találkoztam is már konkrétan ilyen esetben, hogy ez történt és megoldották. De az is esetleg több hónapig tarthat, meg mégis azért sokkal másabb, mint hogyha biztonságban érezheted magad, hogy igen, van ez az online accountod, csak te tudod a jelszavát, és nem tudom, hogyha esetleg elvesztenéd a gépedet, vagy elromlik, vagy ilyesmi, akkor utána nyugodtan letöltheted egy másik gépre is, amit esetleg később megveszel. Tehát ez is sokkal jobb megoldás. Meg hogy ugye a system transfer is sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mondjuk... Tehát mondom azt például, hogy sokan mondjuk vettek ugye New 3DS-t, de úgy, hogy eladták mondjuk a régiüket, vagy vettek mondjuk XL-t, úgy, hogy eladták a sima 3DS-t, de mondjuk ugye kellett egy system transfer előtte, hogyha a rajta lévő játékokat át akarták rakni, ami azt jelentette, hogy nem viheted be a boltba és nem számíthatod be a gépedet, hogy olcsóbban kapnak az újat, mert tulajdonképpen mind a két gépnek meg kellene, hogy át tud adni a játékokat. Viszont hogyha tényleg lenne egy account rendszer, akkor meg lehetne azt csinálni, hogy eladod a régit és aztán letöltöd az újra. Sokkal egyszerűbb lenne minden. Igazából nem is értem, hogy miért nem csináltam még meg ezt a Nintendo. Mondjuk szerencsére valamennyire már elindult ezen az úton, tehát most már vannak online accountok, csak egyszerűen még nincsen hozzájuk csatlakoztatva a sok letöltött játék. Igen, tehát szerintem egyébként éppen ezért is mondjuk kevésbé népszerű a szolgáltatás, mint akár a PSN, akár a Steam.
annak ellenére, hogy kb. A legerősebb játékkínálata a Nintendo-nak van a letöltős rendszeren, mert egyszerűen tényleg annyi jó játék lehet meg, főleg a régebbi gépékre, de az újonnan kiadott indie meg hasonló játékok közt is hatalmas a választék. Csak sokkal kevésbé szívesen vásárol az ember, hogyha kevésbé érzi, úgymond azt, hogy ő birtokol valamit. Igen, tehát biztos, hogy egyébként sok ember tesztán torítál, hogy hát ő nem biztos abban, hogy ez meg lesz neki később is, és biztos, hogy van egy csomó ember, aki csak ezután kezdene el játékokat venni. Illetve még egy dolog, ami több embert bevonzana szerintem, az, hogyha a Steam példáját követnék, és gyakrabban lenne leárazása több játéknak szerintem, és jobb leárazása. Tehát, mit tudom én, ilyen first party Nintendo játékokra kb. Fél évente szokott egyszer-egyszer egy ilyen 30%-os kedvezmény lenni mondjuk egy hétig. Ugye most, hogyha azt nézzük, hogy Steamen mondjuk egy csomószor nagy 90%-os engedmény van játékokból, vagy ilyesmi, és sokkal többből is, akkor azért elég nagy így a különbség, és biztos, hogy például én is sokkal több játékot töltenék le, hogyha sokkal gyakrabban, és sokkal több játék lenne, sokkal akciósabb, mint most. Igen, ezzel egyébként abszolút egyetértek, és főleg az amúgy lemezen is kijött játékoknak az árazását szokták rendszeresen elrontani, tehát konkrétan drágábbak, mint a boltban. Igen. És, hát igazából nem, mert úgy, tehát külföldön ugyanannyiba kerülnek, csak nálunk gondolom a legtöbb játékbolt direkt olcsóbban adja a játékokat, mert tudják, hogy nem tudom, 16 ezerért már sokkal kevesebb ember venne meg egy új játékot, mint mondjuk 12-ért. Igen, viszont hasonló logika alapján, hogyha mondjuk leáraznak, teszem azt egy, mondjuk nem a legújabb játékokat, de mondjuk a kicsit korábbiakat, mondjuk ami egy éve megjelent, igen, teszem azt Yoshi's New Island, vagy Kirby's Triple Deluxe, vagy akár még régebbiket, már Mario Kart és a többi, ilyen 20 euróért adnak mondjuk, szerintem több mint dupla annyian töltenék le, mint így, hogy még mindig 40-be kerülnek. Igen. És jó, mondjuk nem is feltétlenül mondom azt, hogy örökre leárazzák, mert tényleg ezt mondta a Nintendo, hogy azért nem akarja nagyon leárazni a régebbi játékait, mert úgy érzik, hogy manapság is igazából, tehát nem vesztettek semmit az értékükből, ami végül is igaz olyan szempontból, hogy mit tudom, a Kirby Triple Deluxe se rosszabb játék, mint mondjuk egy éve volt, és nagyon tartalmas meg minden. De tényleg azért egyszer-kétszer lehetne ilyen kis akció mondjuk, vagy nem tudom, és biztos, hogy bevonzana egy csomó embert. És lehet egyébként, hogy a sorozat többi tagjába is mondjuk elindítana egy érdeklődést, és akkor még ugye azokból is jönne plusz bevétel. Ez meg a másik egyébként, hogyha olcsó meg tudsz venni egy játékot, akkor a folytatását esetleg, hogyha már ismered az egészet, sokkal szívesebben veszed meg teljes áron is, úgyhogy szerintem abszolút ezt az irányvonalat kéne inkább követni. Igen. Te szeretnél meg ezzel kapcsolatban? Szerintem ezt kitárgyaltuk. Jól van. Hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nyugodtan írjátok itt is a véleményeteket a kommentekbe. Sziasztok! Sziasztok!